Üdvözlöm a nézőket, Hankovszky Tamás vagyok a Pázmány BTK filozófia tanszékéről. Ez itt az Immanuel Kant és a filozófia antropocentrikus fordulata című előadásnak az előzetese. Maga az előadás a fejezetek a keresztény filozófia történetéből című kurzusba illeszkedik, és ez már is felveti a kérdést, van-e egyáltalán helye Immanuel Kantnak a keresztény filozófia történetében, és ha igen, olyan jelentős-e ez a hely, hogy megér egy teljes előadást? Én azt gondolom, hogy a válasz mind a kérdésre igen, Kant több szempontból is jelentős szereplője ennek a történetnek. Először is Kantnak a filozófiája a hagyományos metafizika megrendüléséhez vezetett. Annak a metafizikának a megrendüléséhez, amelyik hagyományosan a keresztény hit átgondolásának és igazolásának a kereteit szolgáltatta egészen addig. Elég azt a példát említeni, hogy jó lehet Kant számára Isten, a filozófiai gondolkodás egyik kitüntetett témája, mégis a keresztény ihletésű filozófia számára máig komolyan veendő kihívást intézett az, hogy cáfolni próbálta a klasszikus Isten érveket, tehát azokat a konstrukciókat, amiknek az a konklúziója, hogy Isten létezik. Nem véletlenül mondta róla az egyik kortársa, hogy Kant a mindeneket felörlő volt. De nem csak ilyen negatív hozadékai vannak a kanti filozófiának a keresztény filozófia szempontjából, hanem például az is, hogy a moralitáshoz való viszonyának a tisztázása révén filozófiai megalapozást kívánt nyújtani a vallásnak. Ezen kívül néhány a vallás szempontjából jelentős fogalomnak, mint például a bűnnek, a hitnek, a halhatatlanságnak vagy az egyháznak radikális, mélyértelmű elemzését nyújtotta. Ezek a pozitív, illetve negatív hozadékai a filozófiájának mind a kettő fontos, de az én előadásomban elsősorban nem erről lesz szó, hanem arról, hogy a kanti filozófia radikálisan új helyzetet teremtett a filozófia történetében, a filozófus, a keresztény filozófus is egy új helyzetben találta magát azok után, hogy Kant megírta főművét, a tiszta ész kritikáját. Megváltoztak a filozófálásnak az általános keretei. Ezt a változást próbálom előadásom címével úgy összefoglalni, úgy megragadni a lényegét, hogy a filozófiának egy antropocentrikus fordulata ment végbe. Ez a fordulat, aminek a lényegét itt most nem tudom elmondani, hanem majd az előadás fog róla szólni, több szempontból és közvetlenül is érinti a kereszténységet. Ilyen például, hogy a kanti filozófia nyomán a hitnek és az észnek a viszonyának egy új modellje látott napvilágot. Kant híres, hírhett tétele, önértelmezése így szól, korlátoznom kellett a tudást, hogy a hit számára tér nyíljék. Látszik, hogy ez egy fontos terület, amiről sokfélét lehet gondolni. Például II. János Pál, akinek a Fideszet Ráció című enciklikáját kollégáim előttem már néhányszor említették, egészen másképp ragadja meg a hitnek és az észnek a viszonyát, amikor azt mondja, a hit és az ész két szárny, amelyekkel az emberi szellem fölemelkedik az igazság szemlélésére. Látszik, hogy itt a hit és az ész nem egymás konkurenseiként lépnek fel, hogy egyiknek vissza kell húzódnia, önmagát korlátoznia kell, hogy a másik számára térnyíljék. Kant filozófiájából viszont egy ilyen viszony következett. A kortársak számára éppen ez a viszony, a hitnek és az észnek a viszonyának ez az újrarendezése volt különösen jelentős. Karl Leonhard Reinhold, annak a kornak az egyik sztár filozófusa, a legmagasabb hangon, hangnemben, himnikus hangnemben beszél Kant filozófiájáról újra és újra.
ilyeneket írt, hogy Kant a filozófia reformációját indította el. Már maga ez a szóhasználat is jelzi ennek a teljesítménynek a vallási jelentőségét. Vagy talán még inkább a Tiszta ész kritikáját műcímre utalva, amikor azt mondja, hogy a Tiszta ész evangéliumát hirdette Kant. Úgy tűnt, hogy rendezte Kant végre a hitnek és az észnek a felvilágosodás következtében nyílt konfliktussá vált viszonyát. Így aztán filozófiájának vallási jelentősége volt, vallási megújulást vártak tőle. Reinhold még azt is állította, hogy Kantnak 100 év múlva akkora tekintélye lesz, mint Jézusnak. Tudjuk, hogy nem egészen így történt, még 50 év sem telt el, amikor a Tiszta ész kritikája felkerült az Indexre, vagyis a katolikusok számára tiltott könyveknek a listájára. Úgy tűnik, a katolikus egyház önértelmezése, hitértelmezése más volt, mint amit Kant képvisel. Azt hiszem azonban, hogy nem csak egyes kifogásolható nézetei vezettek oda Kantnak, hogy felkerült el a listára, hanem az az egészen újszerű filozófia, a filozófiában meghonosított újszerű stílus, új megközelítésmód, amelyikről lehet azt mondani, hogy ez egy forradalom, vagy reformáció, vagy mint ahogyan az én előadás címem egy kicsit szerényebben, visszafogottabban fogalmaz, fordulat. Hogy miben áll ez a fordulat, arról csak maga az előadás fog szólni, de hogyha ennek a fordulatnak a jelentőségéről eddig elmondottak, felkeltették a figyelmét, akkor javaslom, hallgassa meg majd magát az előadást is.